sárok. Azt minden vevőnek el szoktuk mondani, hogy mielőtt beviszik a fát, jól rázzák le, hogy a kórokozók lemenjenek róla. Jól megrázza, és akkor a bacik, a kórokozók lemennek róla. Már legtöbb helyen árusítják a fenyőfákat, és akadnak is olyanok, akik ilyenkor beszerzik a karácsony egyik fő kellékét. A mai naptól elkezdjük árusítani a fákat, mert igen nagy az érdeklődés rá. A hétvégén érkeztek meg, de már kérdezik, hogy mikortól lesz árusítás, és úgy döntöttük, hogy a mai napon elkezdjük. A fenyők ára a mérettől és az árusítóhelytől, illetve a származási helytől is függ. Szerintem az olyan másfél-két métereseket szeretik a legjobban, és most már egyre többen keresik a normandot. Milyen? Mert ugye tartósabb, nem hullik le olyan hamar, és azért. Idén a magyarországi termesztésű vágott lucfenyő 20-25%-kal, esetenként 30%-kal is drágább lehet a tavainál. A munkabérek, valamint a szállítási költségek emelkedése és az öntözési költségek miatt. Az emeléssel a lucfenyő ára már megközelíti a normann fenyőjét, amelyet eddig is nagy részt importból szereztek be. Németországból vagy Dániából, mondta televíziónknak Mándi Jolán árus. A normandokból, a 2,5-3 méteresekből az idén kevés lesz, azt mondták a termelők, és valóban így is van, mert nem nagyon tudtunk hozni. Vannak olyan vásárlók, akik már az árusítás megkezdésekor kiválasztják a fenyőfát, hogy biztosan meglegyen az ünnep dísze. Szinte én azért álltam meg, mert most vettem észre, hogy már fenyők vannak, és akkor ezek után biztos, hogy kaphatók is, és mivel nekem általában van régi szokásom, és ez igaz, hogy az illata nem megfelelő, de inkább a normann fenyőt szoktuk, mert olyan úgy csináljuk még mindig, hogy a föltől a mennyezetig érjen, mert elsősorban a gyerekek ennek szerezzen egy örök élményt, ezáltal nekünk is a gyerekekkel együtt, és az a legkevésbé, ami hullatja a levelét, és ezért inkább a normandot szeretjük, bár az igazi fenyő illatot a lucfenyő adja, meg az ezüstfenyő, de hát itt most a praktikumot is kell nézni, mert ugye a kicsi megszedi fölfel aztán mindent, amit talál a földön, az mindent a szájába.